tulajdonképpen szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas történet. Tulajdonképpen ilyen 10-12 éves kortól én tudnám ajánlani mindenkinek. Egy nagyon szép, hétköznapi, de mégis különleges és mély családi sztori. Van egy nagyon kedves, ilyen kis meseszerű világa is az egésznek, tehát inkább az álomvilág meg a realizmus keveredik benne, plusz zenével fűszerezve, ami szintén kicsit megemeli és elemeli a történetet, úgyhogy szerintem nagyon jó szórakozás és kikapcsolódás egy egész családnak is, akár nagyobbacska gyerekkel, ráadásul szerintem a szíveket is egy picit megremegteti a történet. Pedig milyen játszhatni, pedig milyen játszhatnak, s mondanám, hogy lőnék rá, s ujjá, ha meglőttem magában, de jó. Szerencsére nagyon könnyű volt a zenekarra dolgozni, az első pillanattól kezdve elfogadtak és maximális bizalmat szavaztak nekem, úgyhogy nagyon-nagyon jó és izgalmas és könnyű volt velük a munka, annak ellenére, hogy azért olyan szempontból ez nehezített pálya, ugye, hogy saját költségvetésű és egyáltalán nem színházi körülmények között jött létre ez a produkció, mondhatjuk azt is, hogy egy handmade színházi produkció, és tényleg nagyon-nagyon izgalmas és tanulságos volt a munka. Meg hát baromi jó egyébként zenekarral dolgozni. Tehát az élő zene az annyit ad hozzá szerintem egy előadáshoz, ami tulajdonképpen pótolhatatlan bizonyos szempontból. Nagyon elkezdett érdekelni a rendezés, hogy tudom-e csinálni, hogy jól csinálom-e, hogy jól fogom-e csinálni, azt nem tudom. Minden esetre, ha nem lesz belőlem soha jó rendező, vagy rendező se lesz belőlem, akkor is mindenképpen fontos dolog az életemben, hogy belekezdtem és nekikezdtem, mert emberileg is és színészként is rengeteget tanulok belőle és rengeteget ad. Ami miatt engem érdekel, hogy 1200%-osan leköti minden idegszálamat, az összes energiámat, és egy sokkal összetettebb és komplexebb munka bizonyos szempontból, mint ugye színészként dolgozni egy előadásban. Az most így, ennek fényében egy sokkal könnyebb munka, és egy sokkal könnyebb és egy egyértelműbb helyzet, hiszen akkor az embernek csak magára kell elsősorban koncentrálnia és a saját szerepére. Itt viszont minden szerepnek kell, hogy bennem legyen, hogy tudjam, hogy én hogy játszanám el, az egész struktúráját kell ismernem a darabnak, és ehhez hozzátartozik ugye a látvány és az egyéb különböző technikai dolgok is. Egy csomót tanultam például a fényezésről, ami szintén baromi izgalmas, úgyhogy nem tudom, hogy lesz tovább. Nekem még vannak ötleteim, hogy mi az anyag, amihez nyúlnék, mi az, amit esetleg megkísérelik még megrendezni. Remélem, hogy lesz lehetőségem, aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki ez a dolog. Egyelőre én, amit élvezek benne, az a komplex munkafolyamat, amit csak a színészet az nem ad, nem nyújt. És tényleg rengeteget tanulok belőle. Mondanád a felnőtte, elkízom, vannak a dolgok, a fejlőző is beszállnak. Őszinte leszem, maradjunk az, hogy ilyen mondom, darabkákat. Hozd be a szélét, és töltnék be szél, a konyakból magának. A Dubán bácsi anya magáért ki, önti a patóniát a maga. Zomzik is, minok én vagyok, át hozzám. Szerintem mindent fogok mesélni a gyerekemnek. Legyen az klasszikus, legyen az kitalált, legyen az egy hétköznapi történet, legyen az akár az én egyik napomnak az egyik is mozzanata. Azt gondolom, hogy a mesék tartják frissen az embernek a lelkét, és a színház is tulajdonképpen erről szól, hogy az ember folyamatosan ki van éhezve arra, hogy történeteket halljon, történeteket meséljem, és tulajdonképpen az egyik, a nevelésnek talán az egyik legszebb formája az, hogy mesélünk. Nem utasítunk, nem dirigálunk, hanem mesélünk.
és ahogy ez átszűrődik az emberen, hogy egy emberen egy mese, abból szerintem rengeteget tud tanulni mindenki. Egy gyerek is, egy felnőtt is, mindegy, hogy hány éves az ember. Mindig történetekből tanulunk, akár a sajátunkból, akár máséból. Voltak mondjuk aranyhalaim, őket nagyon szerettem, mert ők mindig meghallgattak. Mondhatni, ideális barátok voltak. Érdekes, a halakról mindig anyám jut eszembe, ő is ugyanúgy tudott hallgatni. Talán 10 éves lehettem, amikor egyszer elém állt, és azt mondta, hazamegyünk. Persze nem hittem el neki. Hát, hogy milyen egyedül, eleve egyedül játszani valamit, nekem van egy monodrámám, amit egyedül játszom, ez egy külön tréning. Szerintem csodálatos tud lenni, főleg az, hogyha nézőkkel van egy kontaktus. Itt ez nehezebb lesz, ugye, mivel azért mégiscsak ez egy koncert hangulat, erősen szembevernek a lámpák, stb. Tehát ez a kicsit intim odakacsintás, ez kevésbé tud meglenni. Ez egy nagy kihívás nekem, fogalmam sincs, hogy ez hogy fog működni, hogy fog menni. Most teljes izgalomban vagyunk, még van egy főpróba, főpróba, és utána még ma este egy bemutató. Ugye, ami az igazi nehézsége ennek számomra, az két dolog. Az egyik az az, hogy ebben van egy női karakter. És azt egy parókában, szóval én olvastam már olyan párbeszédes dolgot rádióban, amiben nők férfivel beszélget, stb. És azt el lehet egy kis hanggal különíteni, de az Eszter véleménye szerint itt ebben a koncert hangulatban erősebb jelzések kellenek, úgyhogy lesz egy ilyen paróka. Leteszteljük. Nem tudom, mit fognak szólni hozzá nézők. A másik, az pedig maga ez a báb jelenet, tehát maga a semmi konferencia, maga a konferencia, amit egyébként a darab szerint az eső elmos, de a kisfiú fejében mégis lejátszódik, az alatt én egy ilyen hatalmas nadrágban bábos dolgokat kivetítővel kamerára csinálok, ez számomra egy teljesen új terep, úgyhogy ettől nagyon-nagyon izgulok. Én nem vagyok egy igazán zenei ember, de nagyon szeretem a színházi előadásokban a jó zenét. Több olyan darab is van, amit én rendeztem, és zenés, kettő is van, és olyan munkatársakat próbálok szerezni magam mellé, akik ebbe tudnak segíteni, és imádom benne a zenéket. Ez pedig, ez a Semmi Konferencia, ez nem is egy zenés színház, hanem ez egy színházas zene tulajdonképpen. Ez egy koncert, amiben van egy dramatizált történet, amit az én segítségemmel meg fogunk próbálni elmesélni a nézőknek. Nekem ez nagyon nagy élmény. Eleve a Kis Csillagzenekart évek óta szeretem, járok koncertjeikre, nyáron, minden nyáron egyszer megnézem őket az Ördökatlan Fesztiválon. Szuper fejek, a Lovasival már 100 éve a Jancsó Miki bácsinál is forgattunk együtt, tehát ez egy régi barátság, és egy számomra ez egy fantasztikus nagy kihívás és egy nagy élmény, hogy mögöttem egy ilyen kvalitású zenekar tolja a szebbnél szebb számokat. Én nagyon bízom benne, hogy ez a nézőket is meg fogja fogni. Alapvetően azért csináltam ezt a dalt, vagy ezt a dalt, ezt a dalsorozatot, vagy ezt az estét, azért kezdtem bele, és kezdtünk bele az Eszterrel, a feleségemmel, mert volt egy kiinduló kép a fejembe, volt egy dalunk, aminek az a címe, hogy Menetszél, ez egy 2005-ös dal, és abban a történet az, hogy a Semmi Konferenciára utazik a halál egy vonaton. És hát arra gondoltam, hogy ebben egy picit több van, mint az a dal, mert ott a dalban az van, hogy odaérkezik, és akkor ott van, elindul egy konferencia. És akkor azon gondolkodtam, hogy milyen lehet egy ilyen konferencia. És amikor elmondtam ezt az Eszternek, akkor elkezdtük ezt így fejlesztgetni ezt az ötletet, és akkor hát végül is most tartunk ott, hogy van egy bemutató belőle. Egy izraeli író mondta, hogy amikor először látott egy 71-ben, egy
valamelyik izraeli háborúnál egy csata jelenetet, akkor az volt a furcsa, hogy nem szólt a zene. Na, sokáig nem jött rá, hogy mi a baj, és aztán rájött, hogy minden ugyanolyan, mint a filmeken, csak a zene nem szól. Úgyhogy a zene az egy picit ilyen észrevétlenül is jelen van mindig. Itt meg egy picit észrevehetőbben van jelen, hiszen a kiinduló pont az az volt, hogy van egy dal sorozat, amiről készült egy album, és tulajdonképpen ez a dal, összefüggő dal folyamot akartuk valamilyen módon úgy színpadra vinni, hogy ne egy koncert legyen, legyen valamiféle dramaturgiai szál benne, és akkor hát nyilván ebben segített bennünket a Péter, hogy valamilyen módon azt a három figurát, aki köré szerveződnek ezek a dalok, azt a három figurát megjelenti egy személyben. Egyen odig napon, sövény felett lesett, gyerekem, hogy megnőttem, jó szomszédod leszett nekem. Féle dal van a világon. A dal, ha a dalról beszélünk, vagy zenéről, az két különböző dolog, mert van, nagyon sokféle alkalmazott zene is van, és azok sem utolsóak. Most azt hiszük, hogy az alkalmazott zene az valami elképesztően másodlagos dolog, és nagyon fontos dolgokra kell szólni, de hát ez nem így van, hogyha belegondolunk, hogy majdnem minden ma már komoly zeneként számon tartott mű, az bizonyos értelemben alkalmazott zeneként indult karrierjére, vagy akár ha mostani filmzenékre gondolunk, amik a klasszikus zene, sokan a klasszikus zene folytatásának gondolnak, akkor az is alkalmazott zene. Szóval azt gondolom, hogy de ha dalra gondolunk, akkor a dal az pont azért jó, mert hogy nagyon sűrű formában egy ilyen eszenciális életélményt tud átadni. Ez lehet teljesen felszínes, és lehet csak egyszerűen az életöröm, meg a napfény megnyilvánulása, lehet egy csomó minden, de lehet egy olyan szituáció is, amikor a dal az valami olyasmit tud, amit például a próza nem tud. Tehát van, amikor már csak dallal lehet megszólalni. Például egy barátomnak, jó barátomnak a feleség elhunytával ismerőseink megjelentek a temetésen, és hát már senki nem tud semmit mondani, mindenki csak állt letörve, és akkor elkezdtek muzsikálni, és akkor a barátom azt mondta, hogy akkor kiszakadt minden. Szóval ilyenre is jó lehet a dal. Szóval olyan dolgokat tud, amit az ember lelkével, amit nagyon kevés dolog tud. Úgy van, hogy amikor az ember fiatal, akkor csak elképzeli az életét, meg azt, hogy minden történt vele, és akkor amikor én már elkezdtem dalokat írni, de még fiatal voltam, sok minden nem történt velem, vagy legalábbis azt hittem, hogy nem történt velem sok minden, vagy azt hittem, hogy nem érdekes, akkor még általában nem direkt saját élményeimből indultam ki, de aztán a mai napig is inkább az van, hogy nem elmesélek egy történetet, hanem a saját velem megtörtént, vagy az általam átérzett dolgok indítanak el valamit, ami egy ilyen logikus rendszerben dallá tud válni talán, vagy hát számomra logikus rendszerben dallá tud válni talán. Szóval, hogy igen, én a saját érzéseimet, vagy a saját tapasztalatomat, vagy a saját képeimet, azokat megjelenítem a dalokba, de alapvetően én képekbe gondolkodom, tehát amikor dalokat írok, akkor egy mondat az nekem egy kép. Főleg az indító mondat az egy fontos, az általában fölvázol egy képet, vagy elindít a képembe, a fejembe látok egy képet, és azt tulajdonképpen csak leírom, hogy ezt látom. És akkor az elindít egy folyamatot, és akkor nyilván utána jön a zene, utána azt elkezdjük gyúrni egymással, szóval utána még azért eltart egy ideig, még dal lesz belőle, de nyilván valamilyen módon így ír szerintem majdnem mindenki dalt. Már aki valódi dalszerző, és nem ipari munkás, mert olyanok is van. Ez egy kihívás most, tehát hogy még ugye mondjuk úgy, hogy ízlelgetjük csak a dolog mienségét.
És hogy bátorság lenne azt mondani, hogy hú, most már itt van a fejemben következő ilyen típusú munka, nincsen. Tehát van egy-két ötletem, de ennek is lesznek olyan tanulságai, ennek a munkának már most látszik, amiket később hasznosítani tudunk, ha nem is ilyen direkt formában, hogy írjuk a Semmi Konferencia 2-t, de valamilyen módon igen. Hozd be a szélét, és töltsd még be szélét, a konyakból a magának. A Dubán bácsi anya magáért ki, önti a betóniát a magának. Zombi!